Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy kis Far Cry 5 és az űr, amit maga után hagyott. És nem csodálkozom azon, hogy egyes játékosokat ez a játék mérgessé tett. Továbbá a legviccesebb dolog a Social Justice Warrior-okat mérgesebbé, hogy őszinte legyek. De miután kijátszottam ezt a játékot, magam is úgy éreztem, hogy egy űr maradt a játék után, nem teljes valami ebben a játékban, és igazán erre akkor jön rá az ember, hogyha kijátsza a játékot. Félreértés ne essék, a Far Cry ott egy fun game, egy nagyon jó kis sandbox játék, sok hülyeséget tudsz ott csinálni. Néha egy kicsit annyira hektikus, hogy a random a hátad mögött megjelenő állatok, illetve autók, emberek, repülők, vonatok, azok meglepetésszerűen tudnak megölni, még akkor is, ha nincs ott vonat, én egy vonat biztos megjelenik mögötte. És emiatt egy kicsit hektikussá válik, és időnként frusztrálóvá. De ezen túl vagyunk, mert a játék az viszonylag egy fun dolog. Maga a gameplayről szeretnék beszélni. És hogy igazán megértsétek, hogy miről akarok hadoválni Far Cry 5-be, egy kicsit menjünk vissza a történelemre. Mondjuk úgy Far Cry 2-3-ig, és nézzük meg, hogy úgy miről szóltak azok, és miről szól most a Far Cry 5. Ugye a Social Justice Warrior-okat felidegesítette a Far Cry 5, mert hogy egy olyan témát dolgoz fel, ami Amerikában például a konzervatív, hogy is mondjam, oldalt némileg negatívan mutatja be. Persze semmi köze nincs a politikához, igazából ennek a játéknak, és kurvára le kéne szarni, hogy miről szól, de oka volt annak, hogy az emberek ezt érezték, és úgy érezték, hogy egy ilyen űr maradt a Far Cry 5 után. Szóval beszélgetve egy kicsit a Far Cry 2 és Far Cry 3-ról például, a Far Cry 2-ben a téma ugye az volt, hogy egy afrikai zsarnok alól kellett felszabadítani az országot, és meg kell menteni az embereket, és hogyha tényleg az iróniát akarod nézni ebben az egészben, a karakter választónál frankon egy fehér embert választhatsz, ahol zsoldosként ugye feketéket ölsz. Szóval némi, ugye ütközést, ha nagyon akartak, csak akkoriban még nem létezett a Social Justice Warriors, nem igazán volt hangjuk, mondjuk így, akkor ezzel ellen igazából senki nem nagyon szólalt fel. A témának, annak a játéknak volt egy komolysága, és az open worldben a részletesség és az aprólékosság az egész játéknak egy komoly hangulatot adott neki. Az egész fegyverberozsásodós mechanizmussal, ahogy az NPC-k viselkedtek, ahogy el lehetett intézni a dolgokat az egész játékban, az egész játéknak adott egy komolyságot. És úgy érezted, hogy a téma, amit feldolgoznak a játékba, azt valahogy a sajátodénak tudtad érezni, és volt célod azzal, hogy végigjátszd a játékot. Aztán ott jött a Far Cry 3, és valahol ott indult el a lejtő, nem a elromlás felé, hanem inkább az ilyen hektikus, semmit mondó gameplay felé, ami mégis egy komolyabb témába kapaszkodik valahol. Szóval ugye a Far Cry 3-ban Vász volt az a fő ellenség, aki egy hihetetlenül jó és komplex személyiséget sikerült neki összehozni, és amellé a játék mellé társult egy megfelelő gameplay, amennyire őrült volt maga a fő ellenség karakter, annyira őrülté vált a maga a játék is. Viszont még egy dolog, ami hozzájárult ehhez a történethez, az pedig te magad voltál, ugye? Ahogyan egy ilyen noob nyaraló senkiből, mondhatni amerikai senkiből, szépen lassan, ahogy átmentél a játékon, a tetkóidot megszerezve egyre több önbecsülést, és skillt, és tehetsége, és mind erőt szedtél össze ahhoz, hogy végigmenj az úton, és legyőzd a fő ellenséget, és ezek a tetkók reprezentálták azt, hogy jobb és jobb
leszel, mint ami vagy. Szóval kihangsúlyozok itt két dolgot, az egyiket figyeljétek meg. Az egyik a Far Cry 2-ben lévő, hogy is mondjam, zsoldos katona, tehát valaki, aki érti a harcot és annak művészetét, Far Cry 3-ban már viszont ugye egy felépülő karakter, aki egy senkiből egy harcossá vált, amire véget ért az a bizonyos játék. Na most, a Far Cry 4 az már annyira unalmas volt nekem, srácok, hogy az így kimaradt az életemből, tehát nekem a Far Cry 3 hős lekoppintása annyira nem játék, és nem igazán értettem már a motivációt az egész játékban, és túl gyorsan derült ki nekem a sztorinak a főpontja is, hogy ki vagyok én, mint a karakter, stb. Ráadásul, és itt megint egy ilyen lejtő megyünk lefelé, a Far Cry névben is ugye, illetve a Far Cry-ben általánosban a karakternek nincs hangja. Szóval a Far Cry 4-ben, ha jól emlékszem, akkor kiderült, hogy én egyféle örököse vagyok annak a tibeti országnak, vagy hol az Isten nyilába volt, játszott a Far Cry 4, az örökösebb vagyok, és ezért akarnak annyira elintézni, de az, hogy nincs hangom ahhoz a témához, igen elkeserítő volt, mivel hogyha valakinek volt valami beszélni valója, az konkrétan maga a karakter, akit te irányítottál. Szóval, elérkeztünk Far Cry 5-höz, és miért érezzük úgy, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy egy űrt hagyott a játék maga után. Bár éreztem a gameplayt, és még Isten úgysegé, még a horgászat is egészen jól volt megcsinálva. Komolyan mondom, és ugye a szépség az egész környezetnek hozzáadott ez az élményhez. Ez hülye hangzik, de jó, de így volt. Szóval miért hagyott egy űrt maga után ez a Far Cry, és nézzük csak meg abban a szempontból. Van te, a fő karakter, megint csak nincs hangja, és nem beszél, és egészen a játék elejétől a végéig téged úgy hívnak, hogy Rook vagy Rookie, ami annyit tesz, hogy kezdő. És gondoljátok végig, tehát oké, még az elején kezdő vagy, tegyük fel, most jöttél ahhoz a CIA, vagy FBI, ennyire nem számít, hogy ki vagy, és ki játszik, ki a fő karakter, akit te irányítasz. Ennyire nem számít, azt sem tudom, melyik rendőrségi hata izétől jött. Szóval vagy FBI, vagy CIA, valamely, vagy DEA, tök mindegy, DEA mondjuk a drogügyesek, de tök mindegy, valahonnan jöttél, és te vagy még ott a kezdő, és mindenki annak hív téged. Aztán lezuhansz, túlélsz egy repülőszerencsétlenséget, talán amire kijátszod a játékot, addig vagy ötöt is túlélsz, és ledarálsz mindenkit, minden kemény fiút, gyenge fiút, gyereket, anyát, nőt, mi mindent ledarálsz, és téged még mindig Rooknak hívnak utána, és így the fuck is your problem. Tehát most ramboztam végig a játékot, bazd meg, és még mindig kezdőnek hívnak. Tudjátok, elindult egy trend valamikor a 2000-es évek elején, hogy a játékok főhőse, ez egy ilyen senki, mondjuk így, egy harchoz nem értő, vagy ahhoz a témához nem értő ember, embert irányítasz, és valahogy valami szuper csoda folytál, valami szuper harcossá válsz. Hát nem egy ilyen játékban játszottunk, ugye, hogy egy senki voltál, aztán végig valami Rambóként végigmész a játékon, és hát akkor miért mondják azt, hogy senki ez a karakter. Szóval, és Far Cry 5-ben semmi az ég adta világon, nem derül ki a karaktered múltjáról, hogy ki jön, mi jön, honnan jött, lehet, hogy meg se érdemelni azt a nevető kezdő. Tehát valahogy a játék úgy érzem, hogy így demoralizál a karaktered irányában valahogy, és nem engedi, hogy jobban megismerd. Annak ellenére is, hogy mennyire keményen nyomodott a harcot, legyőzöl nem tudom hány ilyen szektást, és felszabadítod a területeket, annak ellenére mindvégig kezdő maradsz a játékban. Ez így úgy érzem, hogy nem fair, és ez egyik pontja, ami igen nagy űrt hagy maga után. A másik dolog pedig a téma, ami egy hatalmas űrt hagyott maga után.
Remélem eljutottatok idáig. Nyomjatok egy macskabugyit a kommentbe, csak hogy a jó kedvért. Tehát egy macskabugyra eddig eljutottatok, hogy akkor legalább tudom, hogy így látjátok az egész videót komplexen. Szóval a másik maga a téma. Eleve egy olyan témát ragadtak meg az egésszel, ami érzékeny lehet emberekre, hogy őszinte legyek, és itt is, ez ki is érződött egy bizonyos szempontból az emberi világban, mondhatni így, mert egy olyan témát ragadtak meg, ami közel áll a politikához és a valláshoz. És természetesen, hogyha valami olyasmit nem lát az ember, amivel nem ért egyet, és ő hisz abban a vallásban, hisz abban a politikában, vagy valami ilyesmit, tehát valami ilyesmit lát, vagy ha referenciákat mond a játék bizonyos politikai irányzatok, vagy vallási irányzatok felé, akkor az emberek fel fognak szólalni, mert ha valamire az emberek hihetetlenül érzékenyek, az a politikai, illetve a vallási nézeteik, szóval ilyet feldolgozni egy játékban igen-igen veszélyes, ami játékban bármiben, mivel az emberek buták, és nem képesek, hogyha arról van szó, hogy megkérdőjeleződik a valóságuk az embereknek, akkor nem képesek semmit sem elfogadni, és hihetetlenül hosszú út vezet egy ember számára, hogy elfogadjon valami olyasmit, ami nem a saját valósága, és megértse azt, és átlássa, hogyha esetleg az több, mint a saját valósága. És a Far Cry 5 egy ilyen témába fogott vele. De annyira zseniálisan csinálták azt a nagy semmit, hogy ez elképesztő. Mire gondolok itt arra, hogy a Far Cry 5 nem áll ki semmiért. Minden mozdulat, szó a játékban a semmit jelképezi. Semmit nem mer kimondani, semmit nem mer kihangsúlyozni. Tehát úgy mész végig egy amúgy agresszív témájú játékon, mint a vallás és politika, úgy mész végig a játékon, hogy úgy érzed, hogy ezek a szektások semmi mellett nem igazán állnak ki, csak ott vannak, harcolnak valamiért. És csak annyit tudunk a gonoszokról, hogy ők megmentik a népet a világ végétől, és valaki őket el fogja pusztítani, és a megjósolt vég az jönni fog. És így önmagában ezért kevés a játék megint csak. Kevés témaügyileg, meg gameplayügyileg nincs baj vele. De kevés témaügyileg, hogy a maga a témában a készítők nem álltak ki semmiért. Miért jön a világ vége? Miért mentjük meg ezeket az embereket? Ki az, aki elpusztít minket? Miért? Nincs egy állítás benne, ami mellett a játék kiállna. Persze, hogyha megtették volna 2018-ban, hogyha ilyesmit megtettek volna, akkor a Social Justice Warrior-ok szétszették volna a játékot, emellé még 5 kormány melléjük állt volna, és a Ubisoft mostanra már nem lenne, mert lebombázták volna a Social Justice Warrior-ok nevében, valószínűleg. Hogyha kiállt volna. Szóval valahol érthető, a játék maga nem állt ki semmiért, és a főhősök a komplex személyiségük ellenére üresek voltak, és például a főhősnő, Faith, nek lehetett volna az egyik legszebb szerep ebből a szempontból, ahol felhasználható, hogy a Faith volt az, aki a szavakkal manipulált, elméletileg a játékban, de nem tudom, hogy kit manipulált, mert csak nevetségessé vált az egész dolog, és egy-két dologban persze jól megtalálták a hangot, semmi, de az egész játékon úgy mész végig, bár élvezed a gameplayt, de így hanyatlik a téma iránti szeretet, mivel hogy a játék semmi konkrét állítást nem mer felvállalni, érthető okokból 2018-ban, hát eddig jutottunk, de számomra ez hiányzott a játékból. Én ezt véltem felfedezni. Nagyon fontos, hogy egy single player játéknak legyen egy témája. És srácok, most azért fogok csinálni egy videót talán a Ghost Recon-ről, mert arról is érdemes beszélni, témaügyileg című történet. Nagyjából így látom a Far Cry 5-öt, és ez lenne a vélemény, ezt látom én, ezt fedeztem föl. Ha tetszett a videó, dobj egy like-ot, dobj egy kommentet, hogy te hogy láttad a Far Cry 5 témáját, tetszett, nem tetszett, mi hiányzott, mi nem hiányzott, várod-e a DLC-ket?
Ha kérdésétek vannak itt a videó alatt, a Discord szerverünk videó leírásában használjátok egészséggel. Facebookon megtaláltuk ugyancsak, ha kérdésétek vannak. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!